A már hagyományosnak számító helyszínen Békés Csaván rendezték meg a gyaloglók 20 kilométeres bajnokságát, amely egyben olimpiai kvalifikációs nyílt nemzetközi verseny is volt. Éppen ezért rangos mezőny vágott neki a rövidebb olimpiai távnak. A korábbi hatszoros győztes Helebrant Máté végig nagy csatát vívott a lengyel Brozovskival, és végül riválisát lehajrázva, legjobb idejét beállítva nyerte meg a versenyt a nyíregyházi atléta. Idén már megnyertem egy 5 km-es, illetve egy 50 km-es országos bajnokságot, és nagyon-nagyon bizalommal érkeztem erre a Békés Csabai versenyre. Az volt a célunk elsődlegesen, hogy az aranyérmet elhozzuk. Ezen kívül szeretünk van egy nagyon jó időt is gyalogolni, mivel az olimpiáig már több 20 km-es versenyen már nem lesz, ezért szeretünk volna még utoljára egy jót versenyezni. Ez hál' Isten sikerült is, ebben nagy segítségemre volt egy lengyel gyaloglósrác. Az elejétől a végéig egymást húztuk, nagyjából azon a szinten voltunk, és az utolsó 100-150 méteren még sikerült is lehajráznom, szóval tényleg nagyon boldogok voltunk a verseny után. Helebrant Máté a 20 kilométer mellett az 50 kilométeres távon is kiharcolta a riói indulás jogát. Pokrovenszky József tanítványa még nem döntött arról, hogy melyik távon áll rajthoz az olimpián, de valószínű, hogy a megszokott 20 kilométer mellett teszi le a voksát a 27 éves gyalogló. Nagyon sokat beszélgetünk erről Józsivával, de a héten már meg fogjuk hozni ezt a döntést. Igazából ez a 20 km-es verseny, ez egy vízválasztó is volt, de mivel ilyen jól sikerült, ezért szerintem a 20 km-re fog billenni ez a bizonyos súly, és lehet, hogy emellett maradunk. Helebrant az olimpia kezdeteig még Tatán és Mátraházán edzőtáborozik, valamint 2-3, 5, illetve 10 kilométeres hazai versenyen áll rajthoz, hogy javítsa a gyorsaságát és a lehető legjobb formába kerüljön augusztus elejére.